A városképeiről vetítéssel idézték fel a múltat, ahova szép számmal eljöttek az érdeklődők. Megnézhették a régi épületeket, amik még állnak, s amik már eltűntek a városképből. Több mint 400 fénykép maradt fenn. A képeket Szegedi Miklós készítette, és Daróczi Jánosnak köszönhető, hogy megőrizte, mondta Cink Judit. A Könnyű László könyvtárban indul meg ez a programsorozat, amikor is az Emlékszilánkok képekben című előadásra kerül sor. Az előadást a Tamási Helytörténeti Alapítvány elnöke és egyik oszlopos tagja, Kurdi Tibor és Örményi János készítette el, és az ő interpretálásukban is hallhatja a közönség. Ők azokat a képeket válogatták össze a Helytörténeti Alapítvány anyagából, illetve ránk maradt dokumentumokból, ami ezt az időszakot idézi meg, tehát Tamási milyen volt 1984-ben? Tudni kell, hogy a városavatáskor Tamási és Pári városrész összetartozott, így vehették át ezt a dokumentumot, tehát ebben a vetített képes előadásban láthatóak Tamási városról és Pári községről is különböző képek. Különböző csoportosítások szerint vannak benne olyan életképek, amik megidéznek akkori rendezvényeket, eseményeket, de természetesen olyanok is, amelyek az akkori épületeket, az akkori utcákat mutatják be. Azt gondolom, hogy a ma itt ülőknek, az előadás résztvevőinek nagyon érdekes lehet visszaemlékezni ezekre az utcarészletekre, ezekre az épületekre, hiszen az elmúlt 40 évben már nagyon sokat változott a városkép. Sokszor az épületek nem csak felújításra kerültek, hanem új épületek is kerültek a helyükre, úgyhogy azt gondolom ez a múltidézés mindenki számára nagyon érdekes a mai napon. A városkép elég változatos volt az 1984-es években. Többféle építési stílus irányzat volt látható. Barokk, klasszicizmus, eklektikus stílus volt jelen az építészetben. Svábházak és népű épületek, sőt nátfedeles házak is álltak a városban. Pári település, amely Tamási városnak nyilvánításában nagy szerepet kapott, hisz így lett meg a népesség, hasonló épületekkel rendelkezett. Volt civilház, termelőszövetkezet, azaz TSZ épületek, amik már az idő folyamán eltűntek. Tejüzem is működött a városban, és a mezőgazdaság volt a fő munkahely az ott élőknek. Sok minden megváltozott, és az innováció Tamásit sem került el. Tamási Tolna megye szívének tekinti magát, és ebben a kisvárosban minden megtalálható, ami élhető körülményeket tud teremteni a mai időkben. A résztvevők csillogó tekintette, és mosolygos arccal néztek vissza a múltra, ami megalapozta a jövőjüket.